Akartam én már maratont futni, már sokkal korábban, tehát 16 éves koromban így fejembe vettem, hogy majd egyszer valamikor, ha lesz energia, kedvés, lehetőség, akkor fölkészülök a maratonra, és az elmúlt 2 évben volt időm rá. Aztán tulajdonképpen futottam félmaratonokat, 30-35 kilométereket, idén is futottam 2 30-at, meg 4 félmaratont. Na de az nem maraton, tehát még nem volt élményem, hogy 35 felett mi vár rám. A család Szilveszter példamutatóan elindult tehát a... Kegyetlen. Tikem az volt, hogy követni valakit, hogy nagyjából olyan 6-57 perces ezreket fussak, és végül is nagyjából 30 kilométerig nem volt semmi gond, és az utolsó 10 volt az, amikor azt mondom, hogy többször megálltam. Már nem megálltam effektíve, hanem sétáltam, kicsit ütögettem, masszíroztam a lábamat, de mondom, a kimondtam, utolsó 1 kilométer volt az, amikor azt mondtam a jobb lábam, hogy nem akar működni. Nem tudom, hogy valahogy is futotta le tornász a maraton, szerintem nem, tehát nekünk max az a 30-40 másodperc, az egy gyakorlat, akkor 100%, itt meg hát nem is tudom mennyi volt, 4 óra 50 perc, de megcsináltam, tehát kitűztem magam előtt a célt, hogy maraton, 6. haszakad. Szia Szilveszter! Mi a könnyebb, futni vagy tornászni? Bíztam magamba, és nem akartam még egy évet várni. Megvan. Oké, nagyon köszönöm.